Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Jó estét kívánok, hétfő van, mivel is tölthetnénk az időt mással, mint sajtóklubbal, Bencsikkel, Lovassal, Huttal és szerény személyemmel. Szerbusztok, drágáim! Először is meg kell kérdeznem, hogy Pistám, életben vagy, minden rendben? Tehát, hogyha valami történik velem, akkor előre... Igen, mert ilyen még tényleg nem volt, mióta élek. Egyszerűen valami olyan vírus ért el, ami egyszerűen a fejem forgott, minden. Tudod, miért kérdezem? Ugye egy pénteken kedves barátom Tiffán Zsolt ír nekem SMS-t, hogy mi van a Lovassal, úristen. Mondtam, nem tudom, mi van a Lovassal. És kiderült, hogy a Facebookon ilyen imalánc alakult, hogy a te felgyógyulásodért kell imádkozni. De olyan megható volt ez, ami ilyen. Elképesztő. Nagyon köszönöm. Hogy... Mindenesetre akkor itt most ehelyről megnyugtatunk mindenkit. Pista ugyan nincs 100%-os állapot, de úgy tűnik megmarad. Gyerekek, mi egyébben is kezdhetnénk a mai napot, mint a tegnapi évértékelővel. Kollégáim két részletet vettek ki. Nézzük is meg mindjárt az elsőt, és aztán azt megvitatjuk. A Fidesz és a KDNP Magyarországon 8 éve szünetelteti a politikai korrektséget. Sűjesztőbe került az euróblabla, a liberális szépelgés, a korrekt semmitmondás. A szájkosarat visszaküldtük Brüsszelnek, a pórászt pedig az IMF-nek. Engem, mintha hájjal kelegettek volna, kérem a rövid értékeléseket. Bencsikkel kezdjük. Látom, hogy csillog a szemem. Igen, csillog, bizony, mert marha jó volt hallgatni. Egy szabad ország, szabadon beszélő miniszterelnökét hallottuk, ez önmagában egy óriási élmény. Én is kigyűjtöttem egy mondatot, hogy azt mondja, hogy a legrosszabb rémálmaink válnak valóra, a nyugat elesik, miközben Európa észesen veszi, hogy megszállják, és ez elég bőven ki is fejti, hogy mit ért ez alatt, tehát hogyan hódol be nyugat az iszlámnak. És ugye a klasszikus mondata pedig, hogy mi azok vagyunk, akik azt gondolják, hogy Európa utolsó reménye a kereszténység. Elképesztően, tisztán, keményen, elszántan beszélt Orbán Viktor. Teljesen világosan lefektet, hogy kik vagyunk mi, mit akarunk és mit nem akarunk. Ez... irillésre méltó, magunkat irillem ezáltal, hogy van Európában egy olyan boldog ország, Magyarország, ahol ténylegesen a dolgokat a nevükön lehet nevezni, tehát nem kell finomkodni, egy férfi, a nőnek azt mondta, hogy hölgyem maga gyönyörű, a fiúkat fiúnak lehet nevezni, és így tovább, és ebben az országban a miniszterelnök kimeri mondani, hogy mik azok, amik fenyegetnek, ezekkel hogyan fogunk harcolni, és miképpen fogunk egy jelben győzedelmeskedni. Nagyon csillog a szemem, nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen intelligens beszédet hallottam. Pista? Szinte ugyanaz, hogy olyan furcsa időket élünk, hogy valaki korrekt módon diagnosztikát állapít meg, mint hogyha az orvos azt mondaná, hogy ha kérem, fáj a hasa, igen, stb. És az egész világ csodálkozik, akkora visszhangja volt, nemzetközi visszhangja a beszédének, hát nem egy 10 milliós ország, Pakisztánnak az elnöke mondhatna beszédet, oda se figyelnének. És ez ma egy hihetetlen, rendkívüli bátor dolognak találtaték, hogy valaki megmondja, hogy a nyugatnak vége. Mi a baja? Egyszerűen nem és igaz. És a kereszténység. Igen. És csak egy kis lábjegyzet, képzeld el, hogy ez egy tegnapi hír. Ott állt az egyik német újságíró egy török bár Kreuzbergben, Berlin Kreuzberg negyedében, egy török bár előtt valamire várakozott.
És oda ment hozzá egy hölgy, egy fehér német, és ez újság is egy fehér német volt. És akkor azt mondja neki, hogy tegyen meg már, hogy bemegy a bárba, és vesz nekem egy doboz cigarettát. Ránéz az újságíró a hölgyre, azt mondja, hogy de ezt nem egészen értem, nagyon szívesen bemegyek önnek, de miért nem megy ön be? Azt mondja, mert nem szolgálnak ki a török bárban. Bement az újságíró, és megkérdezte, hogy mi itt nem szabad a nőknek. Azt mondja, mi köze magának ehhez? Képzeld el, Berlinben. Ezt várták. Wir schaffen das, sőt, willkommens Kultur. Igen. Ezt ők maguknak csinálták, egyék is meg. Geri bácsi. Ez egy identitás erősítő, és hát a kampánykezdethez méltóan harcias, de mégsem vagdalkozó beszéd volt. És ami nagyon érdekes, hogyha egymás mellé tesszük Orbán Viktor évértékelő beszédeit 20 évre visszamenőleg, ilyenkor érdemes mindig egy picit megállni, mert ugye ezek egy kicsit ilyen moralizálósabb, magunkban néző, főleg amikor nem kampány van, hanem kettő közti beszédek, ezek egy koherens egységet alkotnak. Ha belegondolunk abba, hogy mikor volt az, amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy ahhoz, hogy függetlenek legyünk, haza kell küldenünk az IMF-et. Hát 2000 óta ezt csinálja. Már az első Orbán kormány azzal kezdte, hogy kifizette az IMF-et, és mondta, hogy csókolom viszont látásra. Mikor volt, amikor talán Tusnádon először arról beszélt a miniszterelnök, hogy a PC-nek a rabláncát le kell ráznunk. Most már vagy 5 éve? Hát ő még régebben, szerintem még 2007-2008, hogy először nevén kell tudni nevezni a dolgokat és a problémát, utána tudjuk megoldani a bajainkat. Tehát gyakorlatilag itt végig következetesen egy politika épül, hiába próbálja az ellenzék egy kiismerhetetlen maffia kormányzás képét itt nekünk felfesteni. Itt minden a helyén van, és ez a tegnapi beszéd ezt erősítette meg, aki el van bizonytalanodva magában, és sajnos egyébként sok ilyen emberrel találkozom, jelentős részben volt Jobbik szavazókkal, akik magukat jobboldalinak gondolják, de túl sokat nézték a Kálmán Olgát meg az RTL híradót, és már van egy ostoba, nagyon zavaros magyarázatok arra, hogy miért nem fognak a Fidesz szavazni. Nézzék meg, hallgassák meg ezt a beszédet, hogy komolyan kapcsolják be, vissza lehet nézni, fidesz.hu, stb. Gondolkodjanak el egy picit azon, amit a világról és erről az országról mond a miniszterelnök, és azzal vitatkozzanak, mert nem fognak igen, tudni. Igen, szabad még egy idézet, nagyon fontos, mert ugye egy időben azzal jöttek, hogy de hát Orbán ez a unortodox és egyéb politikája magára marad, meg így, meg úgy, ehhez képest tartotta a miniszterelnök egy rendkívül precíz felsorolást. Azt mondta, hogy a V4 országok szilárdak, az ortodoxia kitart, úgy tűnik a horvátok is észhez tértek. Ez egy közös fájdalom, mert ahogy a lengyelek iránt, a horvátok iránt is van egy hatalmas nosztalgia magyarokban, végülis 850 év nem múlt el. Magyarországban a CSU vezetésével alakul egy politikai szellemi ellenállás, és várjuk az olasz fordulatot. Tehát precízen és némi iróniával felsorolta a jelenlegi és a majdani európai szövetségeseket. Hát így összerakod, és mondjuk hozzáveszed a keresztény Spanyolországot, a szintén keresztény Portugáliát, akik szintén szeretnének kikeveredni ebből a katasztrófából, akkor gyakorlatilag ott vagyunk, hogy tulajdonképpen Európában nagyon is erős bázisa van ennek a keresztény-európai mentalitásnak. Tehát nem a levegőben beszél a miniszter. Egyébként nyilván nem a beszédnek a legfontosabb része, de nagyon szép gesztus volt a románok felé, a román ortodoxia igen. felé, hogy derekasan küzdenek. Derekasan igen, küzdenek, igen, és igen. nagyon remélem, hogy az erdélyi véleményformáló magyar nézők közül lesz, aki ezt lefordítja a románoknak, hogy azért ilyen is van ám. Tehát miközben a román miniszterelnök akasztgatni akarja a magyarokat, a magyar kormány gesztus gyakorol, és ott, ahol kell, mert máshol nem kell gesztus gyakorolni. Viszont az ortodoxia megérdemli azt a dicséretet, pontos. Hogy gyerekek, egy csapatban vagyunk. Nagyon érdekes, hogy olyan helyeken, ahol nem is vártad volna, ugye lejött az ismertetés, ki ezt emelte ki azt, különböző hírügynökségek és médiumok, ahol lehetett kommentálni, 90% egyetértett a beszéddel. De hát ezt tudjuk, világos. Ez no, én most se fogok
hozzáfűzni semmit, mert én majd a végén tartogatok két kis megjegyzést, viszont van még egy rövid részletünk, úgyhogy azt is nézzük meg. A napokban a Soros hálózat egyik fő ideológusa, az Európa Tanács emberjogi főbiztosa elkottyantotta, hogy titokban már évekkel ezelőtt meghirdették a Soros féle embertípus kitenyésztésének programját, ahogy ők szerényen mondják, ha én ki tudom mondani, homo sorosensus, ami magyarul annyit tesz, Soros féle embertípus. Az a, szerintem, ha ma kinn az utcán, és ez állítom, hogy pártállástól függetlenül, ebben a fideszesek is benne vannak, találomra 10 embert megkérdezel, szerintem a fele azt fogja mondani, hogy ez valami vicc, hogy ilyen nincs. Pedig ez a rögvalóság, gyerekek. Ez a csávó, ez arról értekezett évekkel ezelőtt, hogy a kommunista embertípus helyett homo sorosensust kell csinálni. Szóval a nézőknek mondjuk, ez nem vicc, ez az élet maga Brüsszelből nézvét. Most kezdjük innen a kört. Azért is elképesztően aranyos ez a kis történet, ugye megnézzük a részleteket, akkor 2009-ben ír erről az Open Society News, a Sorosnak a hírlevele, ugye, hogy ezt neked kéne kimondanod, Zsolt, te már kimondtad párszor az elmúlt napokban, Nils Muszaka, vagy nem tudom, Muszaka. Nils Muszniex, ugye az Európai Tanács Emberi Jogi Főbiztosa írta ezt le. Ott van egyébként, a kedves nézők látják is. Igen, a drágaság azt írja, hogy a Nyílt Társadalom Emberének a Születése című fogalmazványában azt írja, hogy az alapítvány 1989-es vasfüggönyön túli célkitűzéseit vetette össze, ez a Muszaka 2009-es állapotokkal. Sokan közülünk, de ezt figyeljétek, tehát 89-ben sokan közülünk azt feltételezték, hogy két évtizeden belül létre tudjuk hozni az új nyílt társadalom emberét, a homo sorosensust. Na most ezt 89-ben nem méltóztatták elmondani. Tehát amikor ide bejöttek és azt mondták, hogy támogatják a pandáknak meg a bálnáknak a megvédését, amiben a magyaroknak is részt kell venniük, hogy támogatják a romák a leszakadt településeken a élő romáknak a megtanítását újra a vesszőfonásra meg. És Gerg, így van, és azt sem mondták, mikor elkezdtek ösztöndíjat osztogatni Sorosék, és például a Orbán Viktor nevű ifjú titánnak, aki Fidesz alapítótagként kapott egy éves ösztöndíjat, azt hiszem tál Oxfordba, akkor sem mondták meg neki, hogy figyelj tesó, téged azért küldünk ki, hogy homo sorosensus faragjunk belőled. Ezt sem mondták meg. Na de így utólag milyen érdekes ezeket olvasni, mert ha akkor azt mondta bárki, mondjuk 91-ben, hogy nem a drága filantrópról van szó, hanem egy gonosz politikai projekt, amit itt látunk, akkor csurkista, fasiszta, nem tudom, mi lett belőle. Tehát jó tudni így utólag, hogy nem mi gondoltunk rosszul. A következő, Geri, egy kicsit vett komolyabban a Sorost. Ez nem Georgi bácsi. Mint ahogy a hasfelmesző Jackről sem mondtad, hogy Jackie bácsi. Ez egy nagyon komoly bűnöző, és én nagyon sajnálom, hogy még mindig nem érti meg Orbán Viktor se, hogy használja a valódi nevét, a George Soros, mert magyarul az emberek akkor szeretnek, ha valakit szeretnek, akkor hajlandók, például Jules Verne azért honosodott meg Verne Gyulának, szerették. Vagy Kármai Mai Károlyként. Igen, mert szerették, de ezt az embert, ezt az undor férget, aki miatt annyian haltak meg már Ukrajnától kezdve, Grúzia is sorolhatnám, ne próbáljuk közelhozni, meghamisítva a nevét Georgesról, Györgynek, és ne Georgi bácsi. Azért nincs igazad, az összes jelzőben igazad van, de hát ez a gazember Soros György néven látta meg a napvilágot. Most az olyan kis gyerekes játék, hát az, hogy most akkor elvesszük a nevét. Nem elvesszük. Ez az útlevelében így áll, hogy George Soros. Hát az a könyv, amiről állandóan beszéltél, hogy
a von Rétjének, magyarul hogy jelent meg a könyve? George Soros. Na, és erre próbálsz beszélni arról, hogy a Kell ezt mert úgyis a Pistával értenek egyet a nézők, úgyhogy tök mindegy ebben. András? Én egyrészt lehet, hogy megkövesztek, én látom a Sorosféle filantrópiának, hogy hol van a helye. Én szeretek horgászni, és a horgász pontosan az a módszert alkalmazza, mint George Soros, vagyis beszórom a csalit a vízbe, hogy jöjjenek a halak, és jönnek is lelkesen, hát milyen finom kaja, rengeteg kaja van, és nem mondom nekik, hogy vigyázzatok, mert az egyik kaján ott van a horog. És ez a módszer általában az elmúlt évezredekben jól működött. Tehát a horgász beetett, majd ezt követőleg a halacskákkal szépen a horoga kihorgásza. Ennyit a Soros módszer emberbarátságáról. A másik, ami nekem szöget ütött a fejembe, hogy azt mondja ez a pofa, ez a Nils Horgerson, én ha inkább ezt a megoldást választom. Ez jó, mint a muszaka. A muszaka is jó, de egy jó kaja. Hogy azt mondja ez a Nils Horgerson, hogy a homo sovieticus le kell cserélni a homo soroszenzuszra. Új projekt. Na most kérem szépen, a homo sovieticus az a birodalom alattvalója volt, és ő elszólja magát, mert a korábbi birodalmi alattvalókat egy új birodalom új alattvalójának, holott talán a homo sapiensnél megmaradhatnánk, mint egy elfogadott kifejezésnél. Tehát elszólja magát az Ürge, mert azt mondja, hogy nem úgy van, hogy vannak magyarok, osztrákok, olaszok, románok, szerbek és így tovább, hanem korábban a szovjet embertípus volt, a szocialista embertípus volt, most a Soros-féle nyitott társadalmi embertípus van. Ugyanaz tökben. Le is tudjuk kerekíteni, ezt úgy lehetne összefoglalni, hogy a liberális demokráciákat a homo sorosicusok vagy soroszenzuszok lakják, az illiberális, vagy egyszerűen demokráciákat, meg a homo sapiensek. Tessék választ. Egyébként az a durva, hogy, igen, hogy ezek a muznyikek, meg Horgersonok, ezek itt élnek köztünk. Tehát nem tudom, mit tettek ezekkel a szerencsétlenekkel a CEUN, de kijön onnan, gondolom a Zsorzsi bácsi képe előtt, tudom, nem szabad így szólítani, vetnek egy kőműves kanáljelet, vagy nem tudom, mit kell csinálni a bejáratnál, és felszállnak a metróra a Kossuth Lajos téren, és odaállnak melléd. Igen. És nem is sejtett, hogy kiáll mellett, és megfogod a kilincset utána. Na gyerekek, akkor a téma lezárásaképpen szeretnék két dolgot felolvasni nektek, csak hogy ugye a tegnapi évértékelő beszéd Ballipsi sajtójában az utóélete. Csodálatos. A HVG-vel kezdem, jó? Tehát a HVG fékezhetetlen agyvelejű tudósítója Tóth Richárd a következőt írta. Ez a bevezetője a nagyívű cikknek. Orbán Viktor kinőtte Magyarországot. A magyar miniszterelnök 20. évértékelő beszéde olyan volt, mintha nem is Magyarországon politizálna, számára Európa lenne a terep. Most figyelj, hazai ellenfeleit alig nevezte meg, lenéző félmondatokat kaptak csak, míg a legyőzött európai politikuson névvel élcelődött. Így indul a HVG, Tóth Ricsi. Nézzük az Indexet. Indexen Dúl Szabolcs is cikket ír, az viszont imigyen kezdődik. Orbán feltűnően sokat szitta az ellenzéket. Nem várhattunk nagy bejelentéseket, ígéreteket a miniszterelnöktől, de most vasárnap a 20. évértékelőjén mégis egy tekintetben okozott meglepetést. Többször visszatérően foglalkozott hazai politikai ellenfeleivel, az eddigieknél részletesebben elevezte az egyes pártok helyzetét, esélyeit. Írtam is a blogon a Szabinak meg a Ricsinek, hogy legközelebb össze kell ülni előre, és a cseszegetés fő csapás irányát egyeztetni kell, mert így vicces. Tehát szerencsétlen ballipsi elvtársak, a homo soroszenzuszok nekiállnak elolvasni a sajtót, és akkor az HVG szerint lekezelően nem foglalkozott az ellenzékkel, az Index szerint más se csinál, csak az ellenzékkel. Ez így nem jó, elvtársak. Rendet kell vágni. Nem lehet szanaszét össze-vissza beszélni. Szabi, Ricsi. És akkor nézzük a következő témát. És ebből a típusúból most akadni fog bővebben. Cegléd jobbikos önkormányzati képviselője, már elnézést, de nem jegyeztem meg a nevét,
nem is fogom. Horváth Gábor Ferenc. Köszönöm szépen a segítséget. Horváth Gábor Ferenc. Nem örömmel mondtam. Önkormányzati képviselő Jobbik. Hát ők is disznót vágtak a minap. És a disznóvágáson fotó is készült, kedves nézők láthatják. Baloldalt piros overallba van ez a idióta. És ugye a disznón, a megpörzsölt disznón Viktor felirat szerepel, és üzenjük az Alföldről erdélyi testvéreinknek, hogy ma ő volt a Soros, ugye ez a felirata a képnek. És van ott még egy fontos mondat, hogy levágtuk a felcsúti csüngő hasút, hogy ne legyen félreértés. Persze. Na, olyan túlzottan nem szeretnék sokat foglalkozni Horváth Gábor Ferenccel. Mert csak azzal foglalkozom, hogy azt írja ott Gabriella, hogy Gábor, ez egy primitív hülyeség, kicsit késve vagyok, de remélem nem érte még el a mainstream médiát. Egyébként azóta már levette a baromállat. És igen, erre Gábor egyébként válaszol Gabriellának, ugye Facebookon zajlik ez a beszélgetés, hogy vannak kivételesen olyan esetek, melyeket emberek csak így értenek, és akkor ezt még részletezi, hogy ez miért klassz ez a fotó. Nem ez érdekel engem, ez az egybites szerencsétlen barom, hanem hogy szerintetek, kössünk fogadást, hogy szerintetek most az ellenzéki sajtóban, ahol Pócs Jánost gyakorlatilag a vérét akarták venni, jelzem, Pócs János nem is a saját disznóvágásán volt, egy erdélyi disznóvágáson készült azt az osztotta a... meg, te azt osztotta meg, igen. Meg akarták ölni, le akarták mondatni, le akarták csapolni a vérét, antiszemitizmus, nácizmus, szürke egyenruhák, vérbe borul az ország, ez ilyeneket írtak. Emlékezzünk a kedvenc házaspárunkra, Schilling Árpád és a nő nevét mindig elfelejtem. Mindegy is, az övét se kell megjegyezni. Igen. Igen, a síjjelő. Igen, ők rögtön posztoltak, ugye Árpika a szép hordó testére hátára fölírta, hogy ő volt a Soros, lefeküdt otthon a gangra, a kedves anyu meg Hitler bajuszt ragasztott, és ottan pózoltak, hogy kitört a nácizmus. Egy körülbelül két hétig nem szólt másról az ellenzéki sajtó, csak arra. Ez tegnap előtt óta piacon van, mert a Pesti srácok megírta. Eleddig hétfő van most délután, hogy vesszük föl ezt a kis műsort. Eleddig sem a 444-en, sem az Indexen. Sem a New York Times-ban. Sem a HV-en, de még a New York Times pedig az ő volt a Soros, odáig is eljutott. A Viktor nem. Szóval kössünk fogadást. Ki, melyikötök mit mond? Lesz-e ebből ügy, botrány, és követelni fogják-e, hogy ez a jobbikos tetű lemondjon? Andris? Nem lesz, maximum a Russia Today fog megemlékedni róla, persze egészen más attitűdből. De ha van nálam az, hadd mondjam el nektek, hogy van ennek még egy érdekes összetevője ennek a képnek, ez egy történelmi kép. Ez egy jobbikos, ez a vörös ruhás ipsebe, szép szocialista színekbe tündököl. Ez egy jobbikos, és tulajdonképpen ő azért lőtt vissza, mert úgy gondolta, hogy bántották Soros Györgyöt azzal a fotóval, vagyis ő tulajdonképpen megvédi ezzel megvédi. Hát tehát a jobbikosok nem Sorosba látják az ellenséget, hanem a Fideszbe, és ha kell, a Sorost meg is védelmezik a Fideszre szemben. Ezt jó, ha tudják a választók, hogy ez a csürhe, ez beáll Soros mögé. Csupa jó arcú csávó. Egyébként ezt majd mindjárt meg is fogjuk hallgatni a saját fülünkkel, amit mondasz. Pista hát a helyzet talán még súlyosabb. Először is a fogadás. Hát szerinted lesz nem, egy így? Kus lesz. Kus lesz, oké. Okay. De súlyosabb a helyzet, mert mutatja, hogy milyen mérhetetlenül aljas a nyugati fősodratú média. Ugyanis a Financial Times, és most konkrétumokat beszélek, és a többi, a német, meg az osztrák, képzeljétek el, hogy ő volt a Sorosnál, meghamisította a helyesírást. Tehát ők németül, angolul, franciául a Sorost külön kiemelték nagybetűvel, holott a disznón teljesen minden szó ugyanúgy volt, és ott nyugodtan lehetett egy szójáték, mint ahogy az is
volt talán, de az, hogy ezt merészeli a nyugati média, hogy meghamisítja, és méghozzá a komoly, szerintem ez valami olyan undor, és ez a megszállottságokat mutatja, meg még olyat is, hogy csak éppen letiltanák a szegény, bocsánat. Na jó. Értjük. Gergő bácsi, először is fogadás. Lesz vagy nem lesz? Hát nyilván nem lesz. És van egy régi pesti vicc, amit most nem lehet elmondani, de az Ipse, aki csajozni akar, összekeveri a drága köveket, amiket magán kell hordani, és ugye egy másik végkifejlete lesz a poénnak az udvarlás közben. Tehát hogy elmondta? Igen, összeraktuk fejbe, igen. Korált visel. És ugye tehát a jobbikosok nem próbálkoznak szójátékkal, mert azért a másik verzió, az úgymond fideszes verzió, az egy vitatható, de mégiscsak egy szójáték. Kedves kis szójáték volt. Hiszen a disznó sorra került. Ugye igen, egy baráti társaságban. Na most ez a tipikus jobbikos humor, hogy meg fogsz dögleni. Hát, de nézd meg azt a csávót. Hát pont annyi esze van, mint egy ácskapocsnak. Hát miért válsz ettől humort, meg szóviccet ettől? Hát hazatalál és nem szarja körül az udvar. Amúgy az is szimbolikus, ez a sapkás ürge jobbról a második, aki igen, egy New York City nadrágba és egy Adidas polgó tűnök. Egy karakteresen magyar gyerek, magyar legény, nyumicsizma, New York City. Csodálatos alakok. Magyar valóság, no, jobbik gyerekek, módra. Akkor innen, jó, várjuk. Még van 24 óra, hogy valami történjen a másik oldali médiában ez ügyben. Legalább egy kis elhatároló, valami szelít, hogy gyerekek, horvátkám, ez nem szabad, hát már múltkor is örjönknünk, ne csináld, mert legalább egy ennyit, meglátjuk. De ha már te nagyon helyesen elmondtad, hogy ugye gyakorlatilag a Sorost védik ezzel, hát akkor ne pétovázzunk, gyerekek, van egy vidám hangfelvételünk, ez megint Geriéknek köszönhető. Pesti srácok fölhívta a jó Kovács Krisztiánt, ez valami tapolcai jobbik Führer most éppen. Nem mondanék semmit, hallgassunk bele. Én ezt így ebben a formában nem viszem el, ahogy a kormány ezt tárolja. Sokkal nagyobb problémának tartom az uszító propagandát. Mit gondol erről az arab kultúráról? Ugye itt a Jobbik kapcsán azért az utóbbi időben... Az arab kultúra, mint a... Hát nem tudom. Nem tudom, mert én ennyire nem vagyok vallások sem. Tehát maga az arab ember nem tartom veszélyesnek. A szélsőségei, azok ugyanolyan veszélyesek, mint a mi saját szélsősége szerint. Az viszont látható, hogy azért az arabok elég jól ráerőltetik az akaratukat a nyugati országokra. Uh-huh. De annyira nem tartja egyébként ezt veszélyesnek? Vagy nem gondolja, hogy ezzel esetleg óvatosabbnak kellene lenni? Óvatosabbnak kellene lenni, de nem nekünk, hanem nyugaton kellene ezzel óvatosabbnak lenni, mert ugye ha oda bement, ott onnan ide visszajöhet Magyarországra. No, köszönjük szépen. Ugye Füsi Angéla kolléganő csinálta az interjút. Egyéb helyeken ugye arról értekezik hosszan ez a jó ember, hogy a Sorossal nincsen semmi baj. Egyébként sokkal több jót tett az országgal, mint tulajdonképpen nem is tett semmi rosszat. Posztolja azt a ilyen interneten terjedő kis csasztuskát, hogy Soros György nem tudom, néhány év alatt többet tett Magyarországért, mint Orbán Viktor és az a kormány egész életében. Így van, tehát ez... Továbbá arról beszél, hogy az arab kultúra csodálatos, és az arabokkal nincsen semmi baj. Tehát nagyon így lehetne összefoglalni. Nem tudom, de úgy tűnik, hogy a tapolcai jobbikos csávó részt vett egy sorosféle érzékenyítő tréningen. És nem ő volt az egyetlen, lassan az egész vezérkar oda jár. Hát én nagyon remélem, hogy úgy egyébként... Úgy tud nézni a Pista, fixíroz, érted? Nincs mosoly a fején, fixíroz, mondjad. De én tudom, hogy miért fixíroz, mert túl kedvesen ejtetted ki Soros György nevét. Jó van, ne piszkál magyarok már. Mondjad. Na, a következő, hogy tudom, hogy most mindenkit megdöbbentek, de nekem nagyon furcsa véleményem van az egész arab világról. Ugyanis, hogyha arra gondoltok, hogy hány merényletet hajtottak végre az arabok, muzulmánok Európában és Amerikában, az mind tragédia.
De hogyha arra gondoltak, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt itt ilyen probléma nem volt, és ezek a problémák akkor kezdődtek el, amikor az drága jó szövetségesünk, az Egyesült Államok úgy döntött, hogy visz egy kis demokráciát. Visz egy kis demokráciát az alapvilágba. Ez kétségtelen tény, ezt milliószor meg is beszéltük. Akkor kezdődött el. Az én alap, jól sikerült arab tavasz. Igen, én azt mondanám, hogy ugyanakkor pontosan annyi arabot fogadnék be, mint amennyit a drága jó Katár, Omán és a többi arab. Szaúd-Arábia, igen, Kuwait. Pontosan ugyanannyit, vagyis egy darabot se. De ezt figyelembe kell venni, mert azóta vannak olyan terrorcsoportok, mint az Al-Qaida, az Al-Nusra Front, meg ezek, amelyek gomba módra szaporodtak, amióta az amerikaiak és szövetségeseik, és bennünket is belekényszerítve mentünk Afganisztántól, Irak, mindenhol bombázni, szétverni. Azért ezt ne felejtsük el. Nem? Egyetértünk. Ez nagyon fontos, amit az István mond. Valóban, ha ők egy részük bennünket is, magyarokat is, a NATO miatt az ellenségüknek tekint, akkor ezen ne lepődjünk meg. De, és ez egyetértek Istvánnal, hogy ez nem könnyű ma a NATO-val szemben egy másik katonai vonalat követni, mert sajnos nem vagyunk abban a helyzetben, a szuverenitásunk sajnos részleges, de ami van, azt legalább meg kell őrizni, de visszatérve a Jobbikra, mert hogy kampány van, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez is azt bizonyítja, egy ilyen szurrópróbaszerű teszt, amit elvégeztetek, ez azt mutatja, hogy a Jobbikban ma Soros, vagy Soros, ha bár nagyon... Nem, Soros. Soros, tehát George Soros, illetve magyarul, az iszlám behatolás sokkal kevésbé tűnik fenyegetőnek, mint a Fidesz, KDNP keresztény konzervatív irányvonala. Ezen azért mindenkinek el kell gondolkodnia, tehát magyarul, amennyiben létrejön egy ilyen szivárvány koalíció, amelyik a Jobbiktól a DK-ig, úgy ne adja jó Isten megdönteni a Fideszt, ezek előbb eresztenék be a muszlimokat, mint hogy mondjuk a keresztény templomokban megengednék a déli harangszót. Tehát ez egy nagyon veszélyes társaság. Ez most ebből félreérthetetlenül kiderül. És csak még annyit még hozzá szeretnék tenni, hogyha visszamegyünk szintén 10-15 évre, hát gondoljátok el, milyen problémánk volt akkor, hogyha mondjuk elmentünk Marokkóba, és egy jó tazsint, egyébként szerintem a marokkói konyha az a legfantasztikusabb az észak-afrikai részen, megettél, vagy elmentél, egy csomóan, hányan mentek el oda fürödni a tengerpartra, Tunéziába, meg mit tudom én, ilyen helyekre. Hát mi? Az volt a baj, hogy ott alkudnak ezek a rohadtak ott a bazárba, vagy ez volt a legnagyobb probléma? Hát ne viccelj, és most? Igen. Tehát ez egy nagyon érdekes vitatéma, hogyha amerikaiak nem borítják lángba a közel-keletet, akkor egy normális keresztény-muszlim együttélés akár évszázados távlatban is megvalósulhatott volna. Tényleg az európaiak, mi is szerettünk a muszlim világba kirándulni, meg ilyesmi. De ma már nem mehetsz ott olyan nyugodtan, mert olyan mértékű az ellenségeskedés, hogy, és azért látjuk a Nyugat-Európában élő muszlim fiatalokban is olyan mértékben uralkodott el a keresztény gyűlölet, hogy jobb ezeket az embereket már a határon kívül tartani, de én egyet remélek, hogy ennek a Kovács Krisztiánnak csak azért, mert itt bátran vállalja a véleményét, nem esik a Jobbikban semmi bántódása. Ugyanis az egész Jobbikos csapatban ő az egyetlen őszinte ember. Tehát ő felveszi a Angéla kolléganőnek a telefont, és őszintén nem, hogy imádom az arabokat, semmi baj nincs a muszlim kultúrával. Semmi bajom Soros. Soros György, meg egy kiváló, tiszta beszéd. Ez az ő álláspontjuk. Aki minket megpróbál átverni, az Vona Gábor és a Selepje, aki mindenféle kommunikációs trükköket bevetve próbálja hülyének nézni az egész országot, legalább még másfél hónapig ugye a választásig, holott hát Gáborkánknak kéne elszámolnia. Tényleg csak egyetlen érv, hogy micsoda átverés megy itt a háttérben. A mai napon lépett vissza az MSZP erős embere, pártigazgatója, volt
elnöke Tóbiás József a Pest megyei első számú választókörzetbe, hogy egy senki által nem kedvelt, volt SZDSZ-es álcivil fazon javára lemondjon, és az SZDSZ-es fazon lesz az MSZP jelöltje Érden, miközben a Jobbik jelölt ezerre dübörög a választókörzetbe, és rá sincs írva a plakátra, hogy ő a Jobbik jelöltje. Hát mi az, ha nem a választók átverése? A koordinált együttműködés maga abban a körzetben, az MSZP gyakorlatilag nem indul el, egy szerencsétlent hivatalosan elindít, és a másik oldalon mindenki a Jobbikosnak kampányol. Mit mondott a jó Tóbi, hogy miért lép vissza? Valamit csak mondott. Isten is ugallatra. Isten is ugallatra. És most sajnos nem jut eszembe a fickónak a neve, volt SZDSZ-es alpolgármester, nem tudom kicsoda, hogy ő egy kiválóbb jelölt, és ezzel szeretné jelölt. Tehát egy teljesen irreleváns marhaságot mondott egy Facebook videón, és visszalépett, holott mindenki számára világos, hogy a Jobbik jelölt javára lépett vissza. Hát ez a nagy átverés, és ezt kéne volna Gáboréknak tisztába tenni. Végre egy fazon Kovács Krisztián, aki őszintén beszél. Na. 10 perc, és még minimum 2 témát mindenképpen szeretnék érinteni. Jó, ha már megnéztük a ceglédi disznóvágást, akkor azért erről a Márki-Zay Péterről se feledkezzünk meg, jó? Mert ez azon kívül, hogy egy ócska szemét gazember, de legalább jó gyáva is. Azt meg külön szeretem, ezt a kombinációt, egy ilyen gyáva szarjon. Meghívnád ide a stúdióban. Szívesen. Azt mondta ez a jó Márki-Zay, idézet következik. Azt szok, egy lakossági fórumon vagyunk, Hódmezővásárhelyen. Azt mondja. Azt szoktam mondani, hogy a magyar néppel nagyon sok mindent meg lehet tenni, amit más népekkel nem. Azt látom, hogy egy baszk, egy ír, egy skót, egy lengyel, egy francia, annak a tolerancia küszöbe sokkal alacsonyabban van. Azt nem mondom el, hogy mi minden történne, mert akkor engem erőszakos uszítónak fognak tartani, hogy mi történt volna ezzel a kormánnyal ezeknek az országoknak a bármelyikében. Jó? Tehát nem akarom mondani, hogy a kandellábereket mire lehet még használni a plakátok ragasztásán kívül. Majd még hozzátette, utolsó mondat, egy olyan rendszert, amit nem lehet demokratikusan leváltani, azt nem demokratikusan szokták leváltani. Meg kell nézni 89 Romániáját. Opa. Itt ugye Konrád Gyuli bácsira utal vissza, a másik az emberre. No, majd az egészet, amikor fejére olvasták, az egészet letagadta. És hogy ő soha meg... Most ebből a szövegből ezért, ha egy... óvodás, nem, ne túlozzunk, de szerintem egy 5. általános iskolásnak, ha odaadjuk szövegértelmezési gyakorlatként, azért meg tudja fejteni az üzenetet. De Márki-Zay Peti, aki az egész politikai karrierjét 2 orbitális ocsmány hazugsággal kezdte, letagadja az egészet. 2 idézet Orbán Viktortól. Az egyik az egy régebbi. Összenő, ami összetartozik. Tehát a szemünk előtt nő össze a Jobbik, a szélső jobb és a szélső bal, George Soros védő illatos hónalja tövében, ami azért mindenképpen figyelemre méltó. A másik szintén tőle származik, a mostani évértékelő, De Gaulle-t idézte, hogy azok a pártok, amiknek semmi esélyük nincs a győzelemre, azoknak egy dolog marad, a gyűlölet. A gyűlölet felkorbácsolása. Kihozza belőlük a szörnyeteget. A homoszoroszenzus. A homoszoroszenzus, ami azonos. Úgyhogy én azt tudom mondani, szerintem el kéne indítani egy mozgalmat, hogy az emberek értsék meg, hogy összesen egy választási lehetőség van ma Magyarországon. Vagy a Fideszre szavaznak, a Fidesz jelöltjére, Fidesz KDNP jelöltjére, vagy egy szörnyetegre. Nincs, ez a 2 lehetőség van. Vagy szörnyeteg, vagy a Fidesz-KDNP, mert nem érdemes elemezni, végül is mindig egy szörnyeteghez jutunk el. Ez a 3 mondat lesz holnap a 444-be szemlézve, kis videó. Remélem, kírják, szörnyetegek vagyunk. És ez lesz aláírva. De mi van 7 percünk, hogy elvegyük tőled a 444-ben szereplés elsőbségét? Igen, parancsolját. Hozzáfűzni Márki-Zayhoz? Ja, csak annyi, hogy én nem tudom, hogy a másik oldalnál ez egy kötelező dolog, hogy összehasonlítják a saját népüket bármely más néppel, akkor állandóan azt mondják, hogy alsóbbrendű a magyar. Ha persze, egy másik szarjankó, egy ilyen migráns simogató, soros támogatott dupla nulla,
az azt bírta mondani, hogy bárki, aki ide jön migránsként, az különb, mint az itt lakók. Hát emlékszel erre a kis mondatára. És, senki nem verte agyon. Ami kizárólag azt jelenti, hogy mi vagyunk a világ legtoleránsabb nemzete valóban. Parancsolj. Hogyha belegondolunk annak a kifejezésnek a pontos jelentésébe, hogy tenyérbe mászó, ugye a kocsmában az olyan ember, akit egyszer nem lehet vele más csinálni, csak jó nyakon vágni. Könyörög a pofonért. Könyörög a pofonért. A Márki-Zajnak az egész lénye ilyen. Tehát előkerül egy... Nem tudok vele vitatkozni. Egy himi-humi figura, egy álkeresztény, álkonzervatív, áljoviális, ilyen sunyerák, de az se igaz, amit kérdez. És akkor, mert hallotta Konrád Györgyöt lámpavasazni, most ő is lámpavasazik egyet. Csaucseszkuzni. Meg a 24.hu sokat lámpavasazni. Ő is egy jó ízűt a fórumon lámpavasazni, és amikor Blockstar ezzel szembesíti, akkor letagadja. Na, nem akarok zsoltosodni, de... Elég is ennyi, aztán azt megfejtettük. És akkor 5 percet szánnék még, én már tegnap erről hosszan beszéltem, de nem tudom kihagyni veletek sem. Európa kulturális fővárosa. Megvan. Jézus Mária. Azt azért ne hagyjuk ki, gyerekek, hát ez... jó? Tehát ugye Európa kulturális fővárosa, casting van, jelentkezők, imás filmjeit megtekinti az összeurópai zsűri. Jézus. Székesfehérvár is elkészíti a maga imás filmjét. Megnézik, ez egy kb. 4 perces alkotás, kedves nézők látnak így belőle részleteket. És akkor a zsűri ilyeneket mond, hogy nem mehet tovább Székesfehérvár, szó se lehet, hogy Fehérvár legyen Európa kulturális főváros. Ilyen névben, Fehérvár. Fehér, igen, jó, hogy velem kötött. Ugyanis szól a zsűri, ebben a filmben az a baj, hogy túl sok benne a boldog fehér ember, akik az utcán táncolnak, sehol szegények és migránsok, majd egy másik zsűritag kifejti, hogy ez az antik görög-római és a keresztény zsidó gyökerek és kultúra visszaköszönése, és hogy hát ez tökéletesen alkalmatlan arra, hogy Európa kulturális fővárosa legyen. Sehol egy beduin kecskepásztor Fehérván főterén. Értem én a problémát, csak akkor miért Európa kulturális fővárosát keresjük? Miért nem Afrikájét, meg hátsó Bengáliájét? Kérdezem én ettől a belga idióta barom állattól. Kezdjük most innen, Geri. Hát csak annyit, hogy nem tudom képzelni, hogy megy egy ilyen zsűrizés, hogy ugye a közbeszerzés... Jó, nekem, én nem tudom elképzelni. Van egy pontozási táblázat egy rendes közbeszerzésnél, és akkor x-elgetnek, hogy nem tudom, megtérülési idő, stb. Hát gondolom, itt futnak végig, hogy síró migráns gyermek 10 pont, és így tovább. És hát például, de ebben nincs, csak egy világhírű magyar operaénekes, igen, Miklósa Erika. Igen, meg magyar néptáncosok, és tényleg csupa fehér ember, és mindenki boldog. Tehát én szerintem ennek örülni kell. Tehát ennek a mondatnak, hogy az a baj, hogy túl fehér, túl keresztény és túl antik Székesfehér, nem tudom, Székes színes várra kéne átkeresztelni, vagy mit akarnak. Ez a mondat nekünk kincset ér, mert azért végül is még nem üzent hadat Nyugat-Európa a Kelet-Európának. Tehát egyre még béke van, de elárulták, hogy ami egyébként elképesztő, hogy valahol Brüsszelben egy olyan elit került hatalomra, amelyik gyűlöli a fehér, keresztény, európai kultúrát, különösen annak ősi gyökereit. Különösen az antik római görögöt, meg a zsidó keresztényt. Ugyanis ezek homo solosensusok. Egyébként a Cserpalkovics ezzel megnyerte a jövő évi önkormányzati választást, csak annyit kell írni a plakátra, időzőjelben, hogy túl fehér, túl keresztény, túl európai. Igen. Csak arra gondoltam, hogy hirtelen, hogy mondjuk van egy ilyen hasonló verseny mondjuk Indiában, és Új-Delhibe összeülnek, jelentkezik mondjuk Keralából, India déli részéből, mondjuk a Kocsin főváros, és akkor nézik Új-Delhibe, na de hát ott ezek a hindu templomok. Hogy kerül ide ez a sok indiai? Hát tényleg most már eljutottunk az őrületnek egy olyan fokára, nem? De az a baj, gyerekek, de komolyan mondom, hogy persze ezen egyébként helyesen, mert csak így tudjuk elkerülni azt, hogy az ember gyomorvérzést kapjon és megbolonduljon, szóval itt
elröhögünk ezen, mert mi más tehetnénk, de nézhetnénk tragédiának is, és akkor nyugodtan zokoghatnánk is. Hát illetve ilyenkor kapaszkodjunk Orbán Viktor azon szavaiban, amiben azt mondja, hogy alakulóban van egy jobboldali fordulat Közép-Európában, és ahogy magukhoz térnek ezek az országok, talán együtt összefogva meg fogjuk tudni állítani ezt az elmebajt, ezt az őrületet. És azért gondoljunk bele abban, hogy most viszont majd a mi adóforintjainkból valószínűleg nyerni fog egy olyan város Európában, ami a kulturális főváros lesz 23-ban, ami viszont színes, szomorú és nagyon nem boldog, ugye? Bár még ez három magyar város versenyben van, tehát még reménykedhetünk. Veszprémnek drukkolhatunk, ki van még? Győr. Győr, Veszprém, a harmadikat elfelejtettem, de mindenesetre roppant kíváncsi lennék, hogy ők hogy úszták meg a túl keresztény, túl fehér. Uraim, eddig tartottunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ismét. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten természetesen a szokott időben találkozunk. Minden jót, a viszontlátásra!